bemutassam. Pakusza Zoltánt, a Mi Hazánk Mozgalom alelnökét. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ő volt a hetedik a sorban, és nagyon szurkoltunk, hogy jöhessen velünk a frakcióba, de hát az élet most közben szólt, de ő kőkeményen itt van mellettünk, és minden napjainak, minden órájában azon küzd, hogy előre tudjon haladni a mozgalmi erő. A következő alelnökünk Novák Előd, fogadják nagy szeretettel. Előttel már régen óta ismerjük egymást, mikor még nem volt Mi Hazánk Mozgalom, különböző eseményeken, nemzeti szellemi műhelyek munkái során összefutottunk olykor, és annyi műhely titkot elárulok, hogy én, amikor megalakult a Mi Hazánk Mozgalom zászlót bontott, akkor tulajdonképpen Novák Elődön keresztül kerültem ide a mozgalomba, és én erre nagyon büszke vagyok. Köszönöm Előd! Én Szabad István vagyok, korábban egy televíziós vállalkozóként dolgoztam, még nem voltam aktív politikus. 2016-ig nem is szerettem volna a politikával foglalkozni, de mégis úgy láttam, hogy nagyon nagy bajban van a világ, és úgy döntöttem, hogy akkor álljunk a talpunkra, és akkor kezdjünk el aktívabban foglalkozni azzal, amivel más nem biztos, hogy feltétlenül szeretne foglalkozni. És én most úgy szeretném, hogy én majd később beszélnék magamról, és én átadnám most Novák Elődnek a szót, hogy mondja el, milyen érzés ott lenni az ország legszebb házában, és szerintünk a világ legszebb parlamentjében, és országgyűlési képviselőként megélni azokat a napokat, amikor ott tehetünk a nemzetünkért valamit. Köszönöm és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szabad István egy kicsit, mint házigazda is, hiszen Bács-Kiskun megyei elnökünk is, nem csak kitűnő pártigazgató, nem csak a világ legjobb pártigazgatója, ezt most már azért mondhatom néhány korábbi párban való csalódással a hátunk mögött is. Augusztus 20-a ugyanakkor egy nagyon felemelő számunkra, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom is, az ásatalmi zászlóbontást követő el a nyár végén, 2018-ban, augusztus 20-án fogadta el az alapító nyilatkozatát, és akkor indítottuk útjára a pártunkat, tehát lényegében akkor alakultunk pártá. Ilyen értelemben most a harmadik születésnapunkat ünnepeljük, és példátlan talán ez a magyar politika történetben, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen mértékben megerősödjön egy párt. Az, hogy az első választása már sikerrel a parlamentbe jusson, ezt láthattuk, hogy nem sikerült korábban a Miépnek, nem sikerült korábban a Jobbiknak sem, csak hogy korábbi, egykor még radikális pártokat idézzünk, nekünk viszont sikerült, úgyhogy ezért ez valóban egyrészt egy komoly elégtétel, ha már így a Jobbikra gondolunk, másrészt a nemzeti radikalizmus történetében is egy példátlan siker. Az pedig, hogy ezt a konstruktív ellenzékiséget folytatjuk, így már az országgyűlésben is, ezt a választók is díjazzák, és éppen ezért jutottunk el oda, hogy immár a legerősebb ellenzéki párt is vagyunk. Természetesen a célunk az nem egy örök ellenzékiség, van egy kitűnő programunk, a Víradat program, és vannak ilyen kitűnő mintatelepüléseink is, amelyeket most igyekszünk így például az augusztus 20-ákon bemutatni. Én magam az elnökségben a központi rendezvényeinkért felelek, és azért is javasoltam, hogy az augusztus 20-ai rendezvényeket most már hozzuk el a fővárosból vidékre, mert vannak olyan kitűnő települések és településvezetések, ahol megmutatták már, hogy kicsiben működhet az a sok-sok felvetés, amit mi javasolunk. Például az önfenntartó települések, önellátó települések felé való lépés, és lépésről lépés annak a programnak a felépítése, amit ugye a Víradat programban már vázoltuk az országgyűlési választásokra. Ezért tavaly augusztus 20-án Ásotthalmon tartottuk az ünnepségünket. Most pedig Homorúdon, és köszönöm szépen Éberlő Balázs polgármester úrnak, hogy ezt is, ezt a keresztet is a vállára vette. Köszönjük a meghívást, és annak ellenére, hogy ilyen elképesztő viszontagságos időjárással riogattak, és reggel még igencsak rossz idő volt, nagyon szép számmal összejöttünk itt Homorúdon, csodálatos festői környezetben, itt a Mohácsi szigetet egyébként is jó szívvel ajánlom nyaralásokra is. Még ilyen alacsony vízszint mellett is csodálatos tud lenni, azt gondolom a
a Duna, úgyhogy ha a holnapi nap folyamán lesz még lehetőség ezekre a hajókázásokra, azt jó szívvel ajánlom mindenkinek, az én gyermekeim is megcsodálhatták már idén ezt a gyönyörű környezetet. És hát, hogyha ahogy megyünk tovább évről évre, remélem, hogy jövő évben augusztus 20-án is egy újabb kis településen tarthatunk, akár mondjuk Cserháthalában, hiszen két polgármesterünk is mandátumot szerzett az országgyűlésben, Torockai László és Dózs Dávid, ugye Cserháthalá polgármestere, és nagyon örülök, hogy mind a két polgármesteri mandátumot sikerült megőriznünk, hiszen most az elmúlt hetekben volt időközi választás, Ásotthalmon is, Torockai László által választott alpolgármester folytatta innen a tevékenységét polgármesterként, és Cserháthalát is sikerült megőriznünk, ezt a mandátumot is megtartottuk, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a konstruktív ellenzéki politizálás, amikor nem azt nézzük, hogy mi nekünk ki van a bögyünkben, ki javasol valamit, hanem azt nézzük, hogy mit javasolnak, és ennek fényében képesek vagyunk bármilyen magyar emberek érdekeit szolgáló javaslatot megszavazni. Na hát ezt a fajta konstruktivitást szeretnénk, ha már az ellenzéki oldalon nem jelent meg, akkor ezt mi bemutatni. De azért tegyük hozzá, hogy sajnos a kormány oldalon is hiányzik az a fajta konstruktivitás, hogy akár egy ellenzéki oldalról érkező javaslatot befogadjanak. Hiszen például az év legfontosabb törvénye a költségvetés esetében 437 módosító javaslat érkezett a képviselőktől. Hát mondanom sem kell, hogy mind ellenzéki képviselőktől, mert a kormánypártiak szokták is nekünk panaszkodni a parlament folyosulni, hogy milyen jó nekünk, ellenzéki képviselőknek, mert mi a szűke pártiánk érdekében lobbizhatunk, felszólalhatunk, módosító javaslatot nyújtatunk be útfejlesztésre, épületfejlesztésekre, egyebekre. Pakusza Zoltán, kiváló miskolci önkormányzati képviselőnk is ugye, több költségvetési módosító javaslattal segítette a mi munkánkat az országgyűlésben, és nyújtottuk be azt a költségvetést. Tehát előbb-utóbb ezek a témák az országgyűlés napirendjére tudnak kerülni, viszont ők maguk, panaszkodnak ezek a fideszes képviselők, hát még csak nem is nyújthatnak be egy ilyen javaslatot, hiszen milyen kellemetlen lenne, hogy azt utána leszavazza a Fidesz frakció. Tehát ha csak a belvárosból mondjuk egy Rogán Antal hozzá nem járul egy adott régiót érintő módosító javaslat benyújtásához, akkor ők még csak ezt sem tehetik meg. Mi viszont tudunk tematizálni, és ezért gondolom, hogy nagy dolog az, hogy ezeket a javaslatokat benyújtottuk, és itt a határ közelében azért említhetjük például ugye a déli határkerítést, amely szintén Torockai László javaslataként előbb persze úgy tűnhetett, hogy hamvába volt ötlet, hiszen még akkor is saját pártja a Jobbik sem támogatta, de előbb-utóbb azért csak megépült az a határkerítés, sőt, mi több, nemhogy megépült, ma már nincs olyan politikai erő, amelyik megmeri kérdőjelezni ennek szükségességét. Tehát amikor mi fölvetünk olyan kérdéseket, mint most itt elnök úr, akár a NATO csatlakozás árnyoldalait, akár az Európai Uniós tagságunk kérdését, amikor mi rávilágítunk olyan tabu témákra, amikről eddig nem lehetett beszélni, vagy csak egyféle megközelítés létezhetett, mondjuk, hogy uniós támogatások jönnek, de hogy mennyit visznek ki ezek a multinacionális cégek uniós támogatásnak a többszörösét, akár ezekről például nem lehetett eddig beszélni. Nos, hát ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk, és amikor ilyenkor néha esetleg megmosolyognak, legyintenek, utopisztikusnak tartják a mi bűradat programunkat, akkor felmutatjuk egyrészt a helyben kicsiben már megvalósuló programpontjainkat, a kis mintatelepüléseinket, szívünk csücskeit, másrészt pedig gondoljuk azokra a már megvalósult elképzelésünkre, mint például a határkerítésre vonatkozó javaslatunk, vagy a politikusi álláshalmozás megszüntetése, hogy egy polgármester egyszerre országgyűlési képviselő legyen, hogy csak egy másik korábbi szívügyemet, mantrámat említsem, ami azért előbb-utóbb mégiscsak megvalósulhatott. Nos, ezekbe kapaszkodjuk akkor, amikor igyekeznek a programokat úgy beállítani, hogy ennek nincs valamiféle komoly realitása és támogatása. Én ezért ajánlom jó szívvel figyelmükbe egyrészt korábbi önkormányzati képviselői munkákat is, hiszen például mi is mind a hárman önkormányzati képviselőként dolgoztunk, illetve Pakusza Zoltánnak van talán a legrégebb óta, mióta is? 2010 óta már önkormányzati képviselő Miskolcon, és azt gondolom, hogy nem véletlenül vezeti nálunk az önkormányzati szakmai munkát is. Nos, hát ezeket az önkormányzati tapasztalatokat is feldolgozva, illetve az önök támogatására ezután is építve, várva ezeket a különböző konstruktív javaslatokat, amelyeket itt is egy családi napon meg szoktak fogalmazni, ezeket igyekszünk a
munkánkba beépíteni, és kérlelhetetlen meg nem alkovással az útról, le nem térve, radikális, tehát gyökeres változást szorgalmazva folytatjuk a munkákat, és várjuk majd az itteni hozzászólásokat, kérdéseket is. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és azon nagyon örülök, hogy annak, hogy itt lehetek, hogy az ország másik pontjáról, Miskolcról érkeztem. És valóban azt gondolom, hogy az, hogy a Mi Hazánk mozgalom bekerült a parlamentbe most áprilisban, az egy csoda. És azt mondom én, akinek az egyik szeme sírja a másik nevet, hiszen a hetedik hely az enyém volt, de azt gondolom, hogy így is egy olyan frakció képviseli a parlamentben a Mi Hazánk mozgalmat, aminek a munkájára büszkék lettünk, és amelynek a munkájának az alapját, azt már csak ígéretek adják, hanem gyakorlatilag már olyan eddig elvégzett elményekre tudjuk építeni. Pontosan azokon a településeken, amelyeket már eddig is vezettünk, ahogy Dovákerőből elnök társam is mondta, ugye akár Ásatlan, akár Cserháthalál, akár pedig itt egyébként Komorúd, ahol láthatjuk azt, hogy folyamatosan épülnek ezek a települések. És pontosan ezért én azt gondolom, nagyon fontos lesz a parlamenti munka, de emellett nagyon fontos lesz az önkormányzati munka is. Hiszen elmondhatjuk azt, hogy csak a parlamenti munka, vagy csak az önkormányzati munka az önmagában kevés. A kettő együtt egészíti ki egymást. Az önkormányzati képviselők tudják segíteni a parlamenti képviselők munkáját ott, ahol törvényjavaslatokra van szükség, ők pedig az önkormányzati képviselők a munkáját, és valóban így van, hogy be lehet adni olyan törvénymódosításokat, amelyek az adott települések életében fontosak lesz az elkövetkező időszakban. Az is jól látszik egyébként, hogy most már indultak el időközi önkormányzati választások április 3-a óta is, és azt kell mondanom, hogy az Mi Hazánk mozgalom rendre jól szerepel. Láthatjuk azt, hogy azok az eredmények, amelyeket most már mérnek is nekünk, hogy 9-10-11-12%-ra védik a Mi Hazánkat, azok ezek az önkormányzati választásokon visszaköszönnek. Nem csak hogy sikerült megvédenünk a két bástyát, Ásatalmat és Cserháthalálat, hanem gyakorlatilag ezek az eredmények 9-10% körül mozognak ezek az időközi eredmények, és ez Küszegtől Békési jellemző, sőt, hát Békésen kívül 31%-os eredményt értünk el. Azt gondolom, az a siker pedig, hogy megvédtük ezeket a falvak a polgármesteri címet, az azt is mutatja, hogy ott az addigi polgármestereim bizony eredményes munkát végeztek. És azt gondolom, hogy most a parlamenti frakciótól is, illetve majd a leendő önkormányzati képviselőtől is ezt a megalkulást nem tűrő, eredményes munkát fogunk tudni felmutatni. Persze nyilvánvaló, hogy ez nem lesz könnyű. És nyilván azt is látjuk, hogy kevés az, hogy az ellenzék konstruktív, nagyon szükséges lenne az, hogy a kormányban is legyen némi konstruktivitás ahhoz, hogy ezeket az elképzeléseket végig tudjuk vinni. De azért az is látszik, hogy minden nagyobb erővel tudunk hatni a kormányra, annak azért megvannak a maga eredményei. És éppen ezért folyamatosan meg fogjuk ezt tenni, ha kell a parlamentben, ha pedig kell, akkor az utcán. Nyilvánvaló, hogy a következő másfél év pedig nem tudom máshol szóljon a parlamenti munkán túl, mint nyilván felkészülésről az önkormányzati választásokra. Megtaláljuk azokat az embereket, akik hasonlóképpen, hasonló elánnal és hasonló munkabírással fogják tudni az elképzeléseiket megvalósítani az önkormányzatban, és azt gondolom, hogy ezek nagy feladatok lesznek, ezek várnak rá, miközben egyébként nyilván, amikor már többször elhangzott, az ország és ebből az önkormányzatok helyzete pedig egyre nehezebb lesz, de nyilván ezen fogunk dolgozni, és ez a mi nagyon fontos feladatunk is. Köszönjük szépen! Ahogy Pakosz az után mondta is, hogy rendkívül fontos lesz felkészülni az önkormányzati és az EP választásra, de pártigazgatóként mondok egy nagyon furcsa és érdekes dolgot. Ez egy pártigazgató szájával egyébként is nagyon furán hangzik, de nem az a lényeg, hogy pártot építsünk, az a lényeg, hogy jövőt és hazát.
számomra ez sokkal fontosabb, és így tudunk nagyon sok mindenkit behúzni, bevonzani magunkhoz, hiszen nem kell senkit elriasztani azzal, hogy mindenféleképpen párt tagot csináljunk belőle, hiszen egy idő után akkor az a jó hajtás, aki segítette a munkánkat, de hálózatot be akarjuk léptetni, akkor egy idő után elérhetetlen lesz. Tehát fontos az az építkezés során, hogy egy igazi nagy nemzetféltő bajtársi közösséget építsünk, és ehhez viszont mindenkire szükség van. Szükség van arra is, aki Isten tudja milyen módon, de nem akar pártag lenni, de nekünk ezt tiszteletben kell tartani, viszont legyünk együtt, dolgozzunk együtt, és ezért én arra kérek mindenkit, magában az építkezés során is a szervezeti vezetőinktől, mindenkitől, a bajtársainktól, a tagjainktól, hogy hozzuk létre mindenütt, ahol csak lehet, azokat a pici kis sejteket, ami önmagában azt jelenti, hogy a Mi Hazánk mozgalomról beszélhetünk. Kell az a 3-4-5-6 ember, aki valóban be tudja, bemeri vállalni a tagságot. Viszont utána az a fontos, hogy ezt a sejtet, mi veszi körül sejtmag, az aztán nyúljon, amekkora csak lehet. Hívjuk oda mindenkit, akivel együtt tudunk gondolkodni, akivel egy vérek vagyunk, és a legfontosabb célunk az, hogy megmentsük ezt a hazát. Ezért vagyunk benne az országgyűlésben is. Országgyűlési képviselőként, és szerintem nem csak a magam nevében mondhatom, megtiszteltetés, hogy ott lehetünk, hogy tehetünk valamit a hazánkért. Nyilván most még akkorák vagyunk, amekkorák, de a legfontosabb mi volt? Az, hogy berúgjuk azt a várkapot és bemenjünk. Mert amíg kint vagyunk, addig mindig kint leszünk, hiába csinálunk bármit is, de bent vagyunk, megléptük a lépcsőt, és megyünk tovább. És így tudunk tovább építkezni. Mondok még egy érdekes dolgot, az emberek alapvetően nem őszinték. Én járom az országot, elképesztő sok mindenkivel, azért tologatok itt hátra, hogy ne sikoljunk, találkozom, és biztos, hogy ti is, önök is tapasztalták azt, hogy ha megkérdezzük, hogy elégedettek-e a világgal, vagy éppen most, hogy érzik magukat, akkor elpanaszolják magukat, és még maguktól mondják mellé, hogy én nem szavaztam a Fideszre. Tehát bárkit megkérdezünk, senki nem szavazott a Fideszre. Hogy lett ez kétharmadnál? De csak az jön ki, hogy sajnos nem őszinték az emberek, mert érzik a bajt, és nyilván ők is inkább letagadnák, hogy kire szavaztak. Viszont egy dolgot elhiszek most tőlük. Ez pedig az, amikor azt mondják, hogy nagyon sajnálják, hogy elhitték azt, hogy elveszett szavazat a Mi Hazánk mozgalomra szavazni. Na ezt az egy dolgot elhiszem tőlük. Ugyanis mi történt? Az történt, hogy a baloldal, ha legalább két hónapig ki nem nyitotta volna a száját, lehet, hogy akkor sem lett volna kétharmad, csak olyan hülyeségeket beszéltek, hogy a Fidesz rámatrázott, ha valljuk be őszintén, jól csinálta azt a részét, hogy ugye megragadta a hülyeséget, ezáltal az emberek megijedtek, féltek, hogy hú, mi történik itt, és az elhallgattatásnak köszönhetően a Mi Hazánk mozgalomról volt, aki nem tudott, volt, aki keveset tudott, volt, aki rosszat tudott, mert ugye hát akadtak ránk mindenféle jelzőket az elég rendesen, félre voltak informálva, és ennek az volt az eredménye, hogy nem tudtak még bennünk hinni, hogy mi tényleg képesek lehetünk esetleg megfogni és kormányozni azt a kormányhudat és a jövőket. Ezért ugye félelemből is a Fideszre szavaztak. És most azt mondják, hogy ha tudták volna, hogy milyenek vagyunk, mint amit már most tudnak, hát akkor ránk szavaztak volna. Na hát ezt az egy dolgot elhiszem az emberektől, hogy ezt tényleg sajnálják. És hát biztos azért azt is észrevették, hogy a választás előtt tényleg elképesztő cenzúra vett bennünket körbe. A választások után egy-két nappal többet szerepeltünk a médiában, mint az elmúlt 3 évben. Ez is azt mutatja, hogy elképesztő ellenszélben dolgozott a Mi Hazánk mozgalom, és ebben az ellenszélben sikerült mégis ezt az eredményt produkálni, amivel ott van a Mi Hazánk frakciója a parlamentben. Akkor könnyű egy kis fantáziával elképzelni, hogyha nem lett volna ellenszél, akkor lehet, hogy az, amit utána mértek, az a százalék, az jött volna a választáson is. És akkor Pakusza Zoltán is velünk lehetett volna a frakcióban, sőt, még akár Fischer Zsuzsanna is, és még a többiek is. Nem baj, de azért dolgozunk, hogy 2026-ban ezt meg kétszerezzük, vagy meg háromszorozzuk. De előtte ott a 24-es választás, és rendkívül lényeges lesz az, hogy meg tudjunk erősíteni, meg tudjunk erősödni lokálisan az országban mindenütt, ugyanis ott elvehetjük, ott már elkezdhetjük elvenni a
kétharmadát a Fidesznek azzal, hogy a helyi testületekben mondjuk elveszíti a többségét, és pont a Mi Hazánknak köszönhetően. Akkor egy félkarú óriássá válik rögtön 24 után. Ezen kell dolgoznunk, és ehhez kell, hogy egymást megtaláljuk. És még annyi műhelytitkot elárulok a részemről, már úgy tudom, hogy el is ment a híre ennek, hogy én vagyok az egyetlen olyan képviselő most talán, aki bármikor beteszi a lábát a parlamentbe, akkor oda megyek a Szent Koronához, és elmondok egy imát. Úgy nem jövök ki a házból. És teszem mindezt azért, hogy kérjem a Jóistent és az égiek segítségét, hogy azt a célt, amit a Mi Hazánk mozgalom kitűzött maga elé, azt véghez is tudjuk vinni. Ehhez az kell, nem csak a mi kitartásunk kell, hanem az, hogy önök ti segítségetekkel együtt, mindenkivel, aki félti a saját jövőjét természetesen, meg a hazáját, az együtt tudjon velünk dolgozni, és mi azért vagyunk ott.